Szia, örülök, hogy újra itt vagy. Talán láttad, hogy az előző videóban megtaláltuk azt a házat, amit én úgy hívtam, hogy kövér titkos villája, mert azt hittem, hogy az. Volt rá okom, hiszen az általam megkérdezett helyek mind így azonosították. Megkérdez az ember az utcán, hogy melyik kövér lászló háza, és azonnal elmagyarázzák, hogy melyik az. Na, hát ebből gondoltam, az a nagy tornyos úszómedencés. Azt mondták, hogy kb. 5 éve épült fel így a jelenlegi formájában, egy régi ház helyén, és évente több alkalommal szokott ott járni Kövér László. László házát keressük, azt tud segíteni, hogy... De Tibódban. Igen. Aztán elérnek egy bal, egy temetőnk, és ott balra kell menni az utcára. Kövér László házát keresünk, az nem tudja, hogy melyik. Nem hallom nárok ugyan... Igen. Meg még egy mikrofon és az És az a kövér László háza? Igen. Köszönjük. Én. Nagyon sokszor jár ide a Magyarország gyűlés elnöke, Kövér László. Mikor Székelyföldön tartózkodik, akkor tulajdonképpen itt ebben a Rosszó és házban szokott tartózkodni. Igen, utoljára októberben volt, október végén tartózkodott itt, amikor tulajdonképpen a Magyarország gyűlés és a válogatottja, a foci válogatottja, még a földi csapat szervezett egy ilyen foci bajnokságot, akkor talán akkor volt itt utoljára. Ők persze nem a jogi részét nézik, nem tudhatják, hogy nem az ő nevén van, hanem a kabinet főnöke nevén Veres Lászlóin. Kövér persze olyan gyorsan reagált erre, mintha a Pegazus repítené. A videó megjelenése után pár órával már el is mondta, hogy ő bizony azt soha nem vette igénybe. Most akkor nekünk maradt a kérdés, hogy a helyi dolgos székely emberek nem mondanak igazat, vagy kövér hazudik. Ezt döntsd el te. Ha még nem tetted, mindenképp nézd meg azt a videót is, úgy lesz kerek egész ez a mostani. Ugyanis sok egyéb más is elhangzott, például egy olyan állítás is, amire ott nem állt módonban reagálni, mert utána kellett néznem. Azt kiderült, hogy helyben a román földhivatali bejegyzésből, hogy a ház, amiről beszélünk, arra bizony elővételi joga van valakinek, pontosabban valaminek. Ott van, hogy Ábel alapítvány hangzik el, van, hogy Ábel egyesület, ezt mindjárt meg is fogod érteni, hogy miért. Egy biztos kövér rendszeresen finanszírozza ezt a szervezetet, pontosabban szervezeteket a házelnöki keretéből. Na ennek kellett utána járnom. Mert ha csak szimplán a jogi részét nézzük és elfogadjuk, hogy kövér még arra se járt, akkor is felvet kérdéseket, mondhatnám meglehetősen furcsa, életszerűtlen, hogy miért ad egy magánember, nevezett Veres László a saját tulajdonú házára elővételi jogot egy civil szervezetnek. Mi oka lehet erre valakinek? Te megtennéd? Van egy lakásod és azt mondod, hogy elővételi joggal rendelkezik egy civil rá. Hm. És ha ad is, akkor a Magyarországgyűlés elnöke, aki egészen véletlenül éppen a főnöke, Miért finanszírozza a személyes keretéből ezt a szervezetet? Mert hogy ez az a mondat, amit a helyi ember csak úgy elejtett, és persze ötlete is volt, hogy miért elmennek az egésznek. A ház az a Veres Lászlói, elnök úr ide szokott jönni, de a házra be egy elővásárlási joggal be van jegyezve a Román Telekönyvi Hivatalhoz az Ábel Szövetség, így hívják a civil szervezetet, aki a szövetség maga szintén Kövér László személyes alapjából, mint a magyar parlament elnöke, elég súlyos támogatásokban részesen. Ez mit jelenthet? Be van jegyezve a román telekönyvi hivatalhoz, hogyha bár, bármikor bárki megpróbál megvenni, akkor ezt a szövetséget kártéríteni kell, vagy a, a, tehát mindig neki elővásárlás joga van. De az akkor van, hogy egy harmadik fél megveszi a 100 ezer euróért, akkor másik mondhatja azt, hogy nem, én veszem meg 100 ezer euróért, nem? Ezt is mondhatja, vagy ő azt mondja, attól függ, mit írtak benne az előszerződésben, hogy oké, de akkor a harmadik félnek adod el a tulajdonodat, akkor engem nem tudom, mennyire kell kártérítsük. Érted? De akkor sem értem, hogy ez miért, jó a veresnek. Szerintem a jó. De miért? Azért, mert benne van az a rabel elemet, fáj, valószínű. Érted? Tehát valakinek kell egy garancia. Tehát aki adta a lóvét bele, annak kell egy garancia. Ebben azért van egy jó hír persze ebben az egészben, hogy legalább egymásban sem bíznak. Ezt megértem, én sem bíznék egyikben sem. De hogy valójában mi lehet a célja, azt továbbra sem értem. Ha neked van ötleted, írd meg egy kommentben bátran, én mondok addig pár adalékot még hozzá. Annak utána lehet nézni, hogy igaz-e, amit állít ez az ember, hogy kövér támogatja ezt a szervezetet a saját személyes keretéből. Na, ezt tudtam megnézni. És láss csodát, kiderült, hogy kövér az elmúlt években. 10 milliós nagyságrendben támogatta ezt a szervezetet. Ő egy személyben, mert ez a személyes kerete csak ő dönt róla. De itt álljunk meg egy pillanatra, mert úgy tűnik, hogy itt egy nagyobb dolog bontakozik ki. Egy rendszer jellegű pénzmosásnak tűnő valami állcivil szervezetekkel. A videóban még én magam is keverem, hogy ez most akkor Ábel Alapítvány vagy Ábel Egyesület, nem tudtam. Tehát hazajöttem, megnéztem, és képzeld el, mindkettő. Mármint mindkettő létezik. Sőt, Igazából három ilyen van. Van egy harmadik, egy Ábel alapítvány, annak a teljes neve az, hogy Ábel a székelyföldi gyerekekért alapítvány, ez abban különbözik a másik kettőtől, hogy valós tevékenységet végez. Vagy legalábbis úgy tűnik. Ez egy Magyarországon bejegyzett, élő honlappal rendelkező civil szervezetnek tűnő valami. Gyerekeket támogat. Az, amiről a mi történetünk szól, az egy másik Ábel alapítvány, az leginkább egy magánvállalkozásnak tűnik. A tevékenysége nagyjából arról szól, hogy különböző kisebb tanulmányutakat szervez, könyveket ad ki mondjuk Blaskó János szobrászművész életéről. Blaskó János az a szobrász, akinek Csaba királyfi szobrát maga Kövér László avatta föl. Na hol? Tibódon. Márint, bocs, Tibódon egy másolatot avatott fel. Az eredeti székelyudvar helyen avatta fel, maga Orbán Viktor, még 2004-ben. Tényleg ne haragudj, hogy keverem, de annyi Csaba szobra avatás volt, hogy ihaj. Kövér ugyanis még felavatta ugyanezt a szobrot, pontosan a másolatát, nyárát, szeredán és pár évvel a Tibódi avatás előtt. Biztos vagyok benne, hogy nagyon kíváncsi lettél, hogy hogy nézhet ki egy ilyen Csaba szobor, amit érdemes ennyiszer felavatni. Hát, elmondom neked, hogy ha a járvány okán nem is szeretnél kilépni az országból, akkor van egy isteni jó hírem. Elég elmened Zalaegerszegre, oda is jutott belőle. És most talán azt hiszed, hogy elkanyarodtam, pedig olyan nagyon nem, csak egy picit. Ugyanis, ahogy mondtam, van ez az Ábel alapítvány, és ez bizony kövér László a személyes keretéből rendszeresen támogatja. Persze nem csak kövér, hanem a Rákóczi Szövetség, a Betlen Gábor alapkezelő, a Magyar Művészeti Akadémia, ki más, de a Nemzeti Együttműködési Alap is. És ha megnézed a honlapjukat, kiderül, hogy igazából gyakorlatilag semmit nem csinálnak. Szerveznek egy kicsit, mindig más fizet, de igazából ez a Blaskó család magánvállalkozása állami pénzből. Ők így kapják meg a jussukat. Így talán nem véletlen, hogy az elnöke bizonyos B. Majkó Katalin, aki a Magyar Képzőművészeti Egyetem közgyűjteményének nyugalmazott igazgatója. De talán még így sem világos, hogy miért mondom, hogy családi vállalkozás. Mert az a kicsike nagy B betű a Majkó név előtt nem más, mint Blaskó né. Ő ugyanis Blaskó János felesége. A többi kurátor pedig mind a magyar államhoz és a Fideszhez közvetlenül bekötött ember nem megyek végig rajtuk, MVM dolgozók, Bajer Zsoltan közösen alapítványi milliárdokat elsíboló emberekről beszélünk, de ez a videó most nem róluk szól. Ők ugyanis úgy tűnik, hogy csak frontolnak. Ők jelennek meg. Azt nem tudné, hogy ezt az alapítványt hol jegyezték be, vagy mi a bejegyzés száma, mi az adószáma, ezt nem tüntetik fel a honlapjukon. Azt azonban tudni lehet, hogy Kövér László támogatja ezt az alapítványt a személyes keretéből, így ha valaki megkérdezi a házelnök urat, hogy ugyan ki mi az az Ábel nevű civil szervezet, amit a személyes keretéből támogat, nyugodtan hozzájuk irányíthatja az érdeklődőt. Ezért nevezem frontolásnak. Mert ugye évről évre kapnak 1-1 millió forintot. Már ha kapnak. Kaptak 2014-ben, 16-ban, 17-ben, 18-ban, 19-ben, mindig egy picit. 2014-ben másfelet, utána kimarad egy év, majd mindig egy-egy millió forintot. De ez ugye túl azon, hogy kövér rendszeresen felavatja Plaskó János szobrát, más nem jó, mint hogy elfedje a valóságot. Van ugyanis az Ábel Egyesület, ez az a másik szervezet, amiről beszéltem. Ennek van elővételi joga a kövérházra, vagy ha a helyiek hazudnak és nem kövéré, akkor a kabinetfőnöke házára. Ez a jelenlő szempontjából igazából tök mindegy. Mert erről az Egyesületről olyan nagyon sok mindent azért nem lehet tudni. Annyit tudunk, hogy Romániában jegyezték be, és a 24.hu cikkéből annyit még azért megtudtunk, hogy Stefán Károly Róbert az elnöke, de se a tagokról, se a tevékenységről nem találtam semmit. Persze az is lehet, hogy csak én vagyok ügyetlen béna, így ha te találsz valamit, akkor írd meg kommentben, hát ha kiderül, hogy mit csinál ez az Egyesület pontosan. Annyit még azért találtam persze, hogy Kövér László a személyes keretéből ezt az Egyesületet is támogatja. És igen, bőkezően. A személyes keretéből mindig ennek az Egyesületnek jutott a legtöbb. 2015-ben kezdte, amikor az előbb említett Ábel alapítvány éppen kimaradt az évi egymilliójából, de akkor hirtelen hozzávágott 4 millió forintot ehhez az Ábel Egyesülethez. Persze két tételben, mert így talán kevésbé feltűnő, mert ahogy mondtam, ez az összeg kimagasló. Az éves beszámolója két során is az van feltüntetve, fel, hogy kapott 2-2 millió forintot ez az Egyesület, a többiek azok mondjuk egymilliós, de inkább pár százezeres tételeket. 2016-ban azonban már egy összegben kapott 3 millió forintot, abban az évben is a legtöbbet. Majd jött a 2017, ez jó év volt az Egyesület számára, és nem csak azért, mert a Tibódi lakosok szerint elkészült végleges formájában az a ház, amire elővételi joga van. De ebben az évben rekordtámogatást kapott kövér házelnök úrtól az Egyesület, mégpedig három tételben Összesen 5 millió forint értékben. Tehát mindig ez az Egyesület kapta, ha éppen kapott az adott évben a legtöbbet, és akár kétszer-háromszor is egy év alatt ilyen jól semmilyen más Egyesület vagy Alapítvány nem járt. 2018-ban még kapott 1 milliót, azt mintha elvágták volna. Ha rossz indulatú lennék, azt mondtam volna, hogy a berendezésre kellett még egy pici, de felépült a ház. Így tehát összesen négy év alatt, amikor is az építkezés elkezdődött és használatba vették a házat, mármint a helyiek állítása szerint, Kövér László összesen 13 millió forinttal támogatta az Egyesületet a személyes keretéből, azt az Egyesületet, amiről semmilyen nyilvános adat nem lelhető fel. Se a tevékenységéről, se semmiről. Kövér támogatásán kívül tehát két dolgot tudunk róla, hogy mondtam az előbb. A 24.hu cikkéből értesültünk róla, hogy a Magyar Tehetségekért Határtanul Alapítvány is hozzávágott ehhez az Egyesülethez 35 millió forintot. Ez az éves beszámolójukból derült ki, tehát mondhatjuk, hogy hivatalos adat. Kövér azt mondja, hogy nem tud erről, pedig az Ábel Egyesületnek, amit ő maga is 13-mal támogatott, az a Stefán Károly Róbert az elnöke, aki megalapította a Magyar Tehetségekért Határtanul Alapítványt. És ugye emlékszel, hogy kövér milliárdos tajvani barátja támogatta meg azt az alapítványt sok 100 millióval, Abból vették 240 millióért a 160 négyzetméteres budai villalakást, amiben kövér kabinett főnöke Veres László él a családjával. Tudod, az a Veres László, akinek a nevén van a Tibódi ház, amit nem kövér használ, ő soha nem jártott, Nyilván csak véletlen, hogy elővételi joga van annak az Egyesületnek, amit 10 milliós nagyságrendben személyesen támogat. Nehéz kibogozni, mi? Na szerintem is. Normális esetben erre lenne az ügyészség, mert hogy megtegye ezt a bogozást. Mert ez elég pénzmosás gyanús. Mivel azonban nem válhatjuk el Polt Pétertől, hogy ilyet tegyen, és mivel ez egy nyilvánvalóan nemzetközi úgy, ezért a segítségedet kérem. Írja a kedvenc pártod európai parlamenti képviselőjének, tegye már meg a feljelentést, nyilván kapacitása, jogi bázisa. Jelezzék a gyanút Laura Kövesinek, az Európai Ügyészség vezetőjének, hogy itt bizony pénzmosást gyanítunk. Nemzetközi pénzmosás, tehát én azt vélelmezem, hogy neki bizony lehet jogkör eljárni. Hát, ha megtudjuk, hogy mire is költi a Romániában bejegyzett egyesület a Magyarország Országgyűlés elnökének és barátainak támogatását. Mert amit a Magyarország Országgyűlés elnöke támogatást szétoszt a saját személyes keretéből, az bizony közpénz volt. A te pénzed volt valaha. Jó lenne tudni, hogy mire megy el. Szerintem legalábbis érdekes lenne. Mert csak van valami magyarázat erre is, ha még ha tévednék is, hogy pénzmosásról van szó. Úgyhogy amíg ez a feljelentés megszületik, addig szívesen meghallgatom Kövér László magyarázkodását. Kövér László házelnök úr, megadom a szót. És persze neked is megadom, a lehetőséget, hogyha szeretnél még ilyen videókat látni, utazással, tényfeltárással és mindennel, akkor megteheted a támogatásodat. A támogatásod az is, hogyha megosztod ezt a videót, ha hozzászólsz, kommentelsz, lájkolod, nem sorolom föl, de nyilván az is nagyon jól jön, hogyha anyagilag tudod támogatni a tevékenységünket. Úgyhogy hálás vagyok érte. Köszönöm. Jövök még, folytatjuk. Szevasz!